Ezen az autópálya szakaszon is ugyanannyiért utazhatnak az autósok az idei évben is, mint tavaly, hiszen sem a díjak, sem a kategóriák nem változtak. A tavalyi évben az állam éves autópálya matrica bevétele elérte a 64,1 milliárd forintot. 2016-ban a majdnem 13 millió autópálya matricából 1,5 milliónál is több megyei matrica fogyott. Pest megye vezet 900 ezer matricával, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel 20 ezerrel a tizedik helyen áll az értékesítésben. A szolgáltató 2017-ben is hasonló eredményekre számít. Az idei eredményeket kétféleképpen tudjuk vizsgálni. 2016. december 8-a óta van lehetőség arra, hogy elővásárlásban is megvásárlásra kerüljenek a 2017-es matricák, és várakozáson felül jól teljesítettek a vásárlók, ugyanis több mint 76 ezer darabot sikerült ebből értékesítenünk. Az elővásárlás során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 400 darab éves megyei matricát vásárolt az utazóközönség. Viszont azt látjuk, hogy 2017-es év elején az első néhány napban nem tört meg a matrica vásárlási lendület. Jóval többet adunk el ezekből a matricákból, mint az előző években bármikor is. Szabolcs-Szatmár megyében a megyei matricák száma már meghaladta 600 darabot. Az autósok a legtöbb büntetést nem a matrica hiánya, hanem a rosszul megvásárolt engedélyek miatt kapják. A szolgáltató ezért arra figyelmeztet, hogy vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük a rendszámot, a felségjelet, az érvényességi időt és a díjkategóriát, ugyanis a legtöbb esetben a pótdíjazottak ezek valamelyikét tévesztik el.